Jó reggelt! 6 óra van, a gazdim még alszik. Eskubizd! Ez itt az én ágyam. Itt szoktam szunyókálni. De a napfénnyel már készen állok én szaladgálni. Reggeli programjaim közé tartozik a tököm nyalogatása, majd pedig a diványomon a rákcsálás folytatása. Basszus, még nem is szépítkeztem reggel. Remélem nem keltem ma csipás szemmel. Jön valaki. Úristen, ez a gazdi. Végre felkelt. Szia gazdi, kérek simit. Jó reggelt. Már megint erre az emberre várok. Míg borotválkozik, addig én itt állok. Mi ez a furcsa hang? Gazdi, vigyázz magadra, bele ne vágj azzal az izével a nyakadba. Isten, közelebb kell mennem, mert a gazdi olyan béna. És ha megölim a magát, akkor sosem lesz ám séta. A reggeli friss levegő, mennyire hiányzott? Úristen, ez nagyon magas. Hát a hideg kirázott. Inkább leülök, és nem nézek le. És nem sokára elindulok, kicsiket lépkedve. Ez itt az én kertem. Itt szoktam pisélni. Ezért kell a gazdinak mindig engem fentről levinni. Gazdi szerint a reggeli kávénál nincs is jobb. De a reggeli pisiről még biztos nem hallott. Ez mit néz engem? Ők így gyerekek, velük szeretek játszani, futkározni és ugrálni. Tobi! Jaj, szeretem a Simit, de ez egy kicsit sok. El kell mennem, mert besokallok. Reggeliztél, futottál, pisiltél, kakiltál, most viszont el kell mennem suliba, jó? Mi? Ügyes legyél. Hova mész? Itt hagysz. Várjál már, vigyél már kérlek szépen magaddal. Ne hagyj itt engem ezekkel az érettelen falakkal! Hát, elment. Biztos csak viccel. Vissza fog jönni. Ilyenkor a lelkiismerete biztos nagyon gyötri. Ki kell innen szabadulnom. Mennem kell vele. Hát itt hagyott engem. Elment az esze. Úristen, betörő. Meg fogok halni. Hála Istennek! Farokcsóa! Hát ez csak a gazdi! Hiányoztál, gazdi! Véletlen itt hagytál! Remélem távol léted be, meg nem csaltál! Apád lepihen most, 10 percre, és megyünk sétálni, jó? Pihi, nem vagyok fáradt. Ott egy kicsit pihenő, és utána megyünk sétálni, jó? Oké, megyek! Nem most! Jó, hát ha azt akarod, akkor addig szenvedek. Végre felkelt. A 10 perc bőven letelt. Készen állsz? Hogyne? Menjünk sétálni? Igen. Egy kávé. Kell egy kávé. Futás! Megitta a kávéját. Indulás, amelyre csak a szem ellát. Ahó, ne menj el. Elfelejtettél valamit. Kapuszabály van, megálltam. Azt a mindenit. Gyere. Futás! Itt vagyok, Gati, szedem a lábam. A zebránál szépen ülök ügyesen. A pórázon kis Tobika a gazdi mellett menetel. Mit? Végre! Pisi üzemmód on! Bocsánat, hangya! És Katica! Pardon! Hé, te ott! Mit szaglászol? Elkaplak, te perverz! Futszám előlem, mert tudom, hogy rettegsz! Így van, fussál, de így is el foglak fogni! És te... mit akarsz? Meg akarsz szagolni? Szégyeld magad! Hallod? Neked miért kakicagú a hasad? Ez a bot az enyém, senkinek nem adom. Széttéplek, te kis vadbarom. Megmutatom neked, hogy ki vagyok, és hogy 8 hónaposan milyen erőset harapok. Hé, egy labda! Add ide, Léci! Kérlek szépen, add ide! Nézd meg a kiskutyádat, milyen kis Édi! Mosolj! Ez az! Végre futás! Na jó, ez azért már sok. Jól átvertél? Na jövök. Nézd csak, itt vagyok. Ez az, végre nem hiába futkosok. Itt van, véletlen elhagytad. Jaj, megint, hozom gazdi, magadat ne izgassad. Tessék. Megyek. Haj, gazdi, most már elég legyen, hát hol az eszed? Dobjam még? Nem, elég legyen. Kimelegedtem, és most muszáj egy kicsit pihennem. Vársz? Miért várjak? Hát szomjon halok. Mehetsz. Nyom, 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 nyom. Ez mit kamerázik folyton? Tedd el azt a masinát, vagy a vízbe folytom.
Nyam, 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 nyam. Hú, a hasam a sok víztől nagyon tele van. Így van, el fogok aludni. Azért nézek ilyen fáradtan. Hát, már megint ezt a kamerát nyomja a fejembe. Azért a nagy munka közepette, jusson már a vacsim az eszedbe. Ja, hogy éhes vagy? Az hát, kimerítő volt ez a nap. Éhes a topszi? Igen, a kaját azt adjad. Igen, abba a tányérba kérem. És csak, el is megyek a helyemre, ilyen szépen. Végre, ott jön az, amire vártam egész nap. A Tobi végre enni kap. Jaj, a gazdi megint itt van, de felkelni már nem fogok. Hát hol van a topszika? Na jó, vicceltem. Már is szaladok. Szia anya, hogy vagy? Rég láttalak. Annyira, de annyira hiányoltalak. Hát miért nem jössz ide gyakrabban? Tobi, gazdi és anya mindig egy csapatban. Ilyen fáradtan ritkán látjátok az arcom. Hát ez volt tehát az én átlagos napom. Látjátok, mennyire kifáradtam, mindjárt alszom. A gerlepárt mögöttem, most már békén hagyom. Jó voltam? Jól vezettem a műsort. Nos, hellosztok, sziasztok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tobi elnarrálta az egy tipikus napját. Hát remélem, hogy tetszett, és hogyha szeretnétek még ilyet esetleg, akkor... Jó ég. Írjátok meg kommentbe és lájkoljátok be ezt a videót. 10 000 lájknál jön a következő ilyen Tobi narrája, hát nem a egy tipikus napját, mert most egy tipikus napja volt, hanem mondjuk a legizgalmasabb napját az életéből. Tobi, mit csinálsz? Hűtöd magad a fűvel? Mit csinálsz, Topsi? Hűsíted magad a fűvel? Nos, tehát ennyi lett volna ez a Tobi vlog. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Remélem, hogy tetszett ez a narráció. Jövő héten, Tali, sziasztok!